Oltási akciónapokat tartanak januárban a fehérvári oltóponton is. A lakosság körében korábban már népszerű oltási akciónapokon lehetőség lesz akár az első, akár az elmaradt második, vagy a megerősítő harmadik oltás beadatására is. Székesfehérváron továbbra is a Kikindai úton várják az oltakozni vágyókat csütörtöktől szombatig. Mai nap délután 2 órától este 6 óráig, és ugyanígy holnapi napon, tehát csütörtök pénteken, tehát 2-től 6 óráig, és szombati napon pedig 10 órától este 6 óráig várjuk az első oltásra jelentkezőket és az esetlegesen másod-harmad oltásra jövőket. Ugyanez fog ismétlődni január hónapban minden héten, tehát az elkövetkező 3 hétben ugyanez a menetrend. Emellett pedig továbbra is várják az 5-11 éves korosztályt és szüleiket, azokat, akik már a második oltásukat kaphatják meg. Az oltóponton várhatóan január közepétől lehet ismét első oltásra bejelenteni a legkisebb korosztályt. A gyermekek oltási programjáról Reiber István elmondta, sikeres, mert sok gyermeket oltottak be. Számtanilag ez azt jelentette, hogy ilyen 100 gyereket oltottunk naponta, tehát ez összesen ugye, itt a fehérvári oltóponton egy 4-500 gyerek került beoltásra. Természetesen Dunaújvárosban is folyt oltás, és a házi gyerekorvosok is végezték, és végzik továbbra is. A gyermekek tehát továbbra is regisztráció után oltakozhatnak, a felnőttek pedig a hétvégén egészen szombaton 18 óráig regisztráció nélkül jelentkezhetnek oltásra a Kikindai úti oltóponton.